nyitó ünnepségünk ünnepi hangulatát Kutus Vivien egy kis verssel teremti meg. Izgatottan várt a napra minden kezdve a kisdiák, az iskola előttük is kitárjanak a kapuját. Megtanulnak, betűt vettnek, tétel a kis kezek. Csengő magó szép szavakkal telnek majd a füzetek. Ma, amikor útra kiindul a sok kicsi iskola, kívánjuk, hogy öröm legyen számukra a tanulás. Köszönjük szépen, és reméljük valóban öröm lesz a tanulás. És most tőle néhány tanév nyitó gondolatot hallgassunk. Évről évre ámulattal figyelem a természeti jelenségeket. Azon belül is a költöző madarak a kedvenceim. Meghatározott időben érkeznek, párt választanak, fészket építenek, és gondosan nevelik fiókáikat. És amikor belső órájuk jelez, készülnek a nagy útra. Ha nem tanulták meg e rövid idő alatt a repülés, tájékozódás, élelemszerzés, menekülés fontos tudományát, sokan nem érnek célba, s nincs második esély. Akaratlanul is felmerül bennem a mi közös munkák hatékonysága. Az összehasonlításból, ha lenne ilyen tudományos összevetés, úgy vélem, a madarak állnának nyerésre, de szerencsére számunkra több idő áll rendelkezésre. Az ember gyermeke az iskola rendszerben akár 18 évet is eltölthet, mire eléri kitűzött célját. Többször változtathat, kaphat új lehetőségeket. Most itt állunk egy új tanév kezdetén. Vegyük hát sorra, mi hová szeretnénk eljutni, és milyen feltételek között. A feltételeket számunkra legmagasabb szinten a Nemzeti Köznevelési Törvény szabályozza. A nyáron módosították néhány paragrafusát, többségük szeptember 1-től lép életbe. Csak a legfontosabbakat említem meg. Megszűnik a magántanulói jogviszony, helyére egyéni munkarendeli. Ez határozott időre kérelmezhető, és az oktatási hivatal dönt az engedélyezésről. Bekerültek a törvénybe a tankönyvellátás szabályai. Módosultak az óvodával kapcsolatos előírások. Így a tankötelezettségi kor elérésekor, amennyiben még egy évet óvodában kíván maradni a gyermek, a szülő kérelmére a kormány által kijelölt hivatal dönt. Fontos feltétele munkánknak a nevelőtestület és annak változásai. A nyáron lezárult az intézményvezetői pályázat, augusztus 22-én Szilágyiné Nagyanikő vehette át megbízását Budapesten az emberi erőforrások miniszterétől. Megbízása 5 évre szól. Kitartást, erőt, újító és jobbító szándékot kívánok neki, én pedig visszatérek a jól megszokott helyettesi munkakörbe. Most néhány gondolatot tőle hallgassunk. Kedves szülők, gyerekek, tisztelt meghívott vendégek! Először is szeretném megnyugtatni az első gyerekeket és szüleiket. Nem csak ők izgatottak az új helyzet miatt, hanem jó magam is nagy izgalommal tekintek az előttünk álló tanévre. Szeretném megköszönni mindazoknak, akik mellettem álltak, akik biztató szavakkal támogattak az intézményvezető választás időszakában. Az elkövetkező időszakban az önök támogatására továbbra is számítok, hiszen csak együtt gondolkodva, munkálkodva érhető el a közös cél, az, hogy gyermekeik nyugodt és kiegyensúlyozott körülmények között tölthessék az általános iskola 8 évét, és megfelelő módon felkészülhessenek a továbbtanulásra. Ezért bármikor forduljanak hozzám nyugodtan, szívesen veszem a jobbító szándékú javaslatokat, az építő kritikákat is. Hiszem, hogy emberi hangon, pozitív hozzáállással bármilyen problémát meg tudunk együtt oldani. Köszönöm szépen! És itt folytatnám a változásokat. Júliusban megszületett Székely Edén a Pánytonyi kisbabája,
Szabó Dávi Ágnest vártuk ide vissza, de Fehér Gyarmaton kapott állásajánlatot, és ezt elfogadta, ezért pótlásokról gondoskodtunk. Itt mutatnám be a Botpalád Rogacsályba költözött új tanítónéninket, Nyeste Homoki Betti tanítónénit, aki az elsősök sorában ül. Ő itt keresett munkát és kapott is intézményünkbe. A törvényi változások lehetővé teszik nyugdíjasok alkalmazását, ezért régi, új kolléganőnket is köszöntsük sorainkba. Bakó Károlyné lelkesen csatlakozott hozzánk, elbújtotta a 4. osztályosok soraiban. A már megszokott áttanítások folytatódnak, felső tagozaton elsősorban is itt nem történt személyi változás. Rövid lesz a tárgyi fejlesztések listája is. A technikai dolgozónk, ahogy látjátok, igyekeztek megjavítani, kitakarítani az intézmény udvarán és az épületben mindent, ami saját erőből telett. Ügyes kezű kreatív pedasszisztenseink a termeket, folyosókat díszítették, az ő kezüket dicséri itt ez a hangulatos őszi életkép a bejáratnál. Vigyázzatok rá, nekünk szép! A 2 földszinti terembe interaktív panel érkezett, amely kivetítőként és okostáblaként is használható. Ez már a 21. század technikája, használjátok okosan, nagy érték, 2,5 millió forintba került. Fontos a tanulók személyes felszerelésének hiánytalan megléte, ehhez több forrásból kapnak támogatást a családok. Térítésmentes a tankönyv és az alapfizetcsomag, a tankerület a rászorultabbaknak pályázati alapból biztosít tan-eszközöket. Az önkormányzatok képviselőtestülete pedig anyagi lehetőségeikhez mérten pénzbeli támogatásról döntött. A mai napon birtokba vehetitek mindezt és feltölthetitek az iskolatáskákat. Néhány tanórán kívüli lehetőségre hívnám fel a szülők figyelmét a megfontolt közös döntéshez. Már szeptember 2. hetében kezdődik a 6-osok úszótanfolyama Fehérgyarmaton a tanúszodában. Remélem a teljes osztály részvételével. A hitoktatás rendje visszatért a régi mederbe, a szülők írásbeli nyilatkozata alapján felekezetek szerint. Művészeti tanszakaink változatlanok, néptánc, társastánc, zongora indul, és már itt mondanám el, hogy megérkeztek a papírok. Kérünk mindenkit, hogy aki már tavaly részt vett ezeken, az lehetőség szerint folytassa, aki most gondolja meg magát, az is keresse és kérje az osztályfőnöktől a jelentkezési papírt. A zongorás tanárnéni már csütörtökön jönni fog a papírokért, ahol pedig esetleg gondot jelent a pénzügyi része a dolognak, mert nem kap támogatást, ott pedig méltányossági kérelmet lehet majd esetleg beírni. Az 5-es nevelés órán túl folytatódik a Bozsik program, tömegsport keretében röplabda edzés lesz, valamint szombatonként karate vagy judó, ti tudjátok, hogy hogy hívják, de az is lesz. Az angol szakkör 3 csoportban tudásszint szerint szerveződik. A népszerű természetvédelmi szakkör mellett ez évben is sikerült most már végre elindítani a magyar és matematika tantárból a központi felvételére készülő tanulók tehetséggondozását. Tehát kell itt a tesi óra, én úgy látom, mert dőlnek a népek erősen. A teljesség igénye nélkül a felsorolásból is látszik, hogy unatkozni nem lehet majd délutánonként se. Újra lehet pályázni a 7.-8. osztályos tanuló útravaló programjára. Itt a részletekről majd a 7.-8. osztályfőnököket kell kérdezni, keresni. Természetesen az éves munkatervünk is tartalmaz új ötleteket a hagyományápolás mellett. Házi rendünk frissítését szeptemberbe szeretnénk elvégezni a szülők és tanulók véleményének összegyűjtésével, beépítésével. Kérem, megvalósítható, észszerű felvetéseikkel szintén keressék bizalommal az osztályfőnököket, addig is az elmúlt évi szabályok szerint indulunk. A tanulók reggeli bekísérése és délutáni várása lehetőség szerint itt az előtérbe történjen, a parkolásból elerő baleset veszélyek elkerülése érdekében a szülőket a bejárathoz közeli helyek használatára kérném. A nevelőtestület tagjait majd az általuk megjelölt fogadóórákon kereshetik gondjaikkal, kérdéseikkel, az intézményvezetőit pedig bármikor a hivatalos helyiségekben. Törekedjünk együtt a tanórák zavartalan megtartására. Most pedig a legkisebbekhez fordulok. Nagy lépés ez az életetekbe, kedves első osztályosok. Szeretettel köszöntelek benneteket aggódó szüleitekkel együtt.
Az elmúlt évben egy kedves hagyományt indítottunk a német iskolák mintájára. Apró meglepetéseket raktunk egy zsákocskába, amelyet most számotokra a nyolcadikosok adnak át. Ezzel a gesztussal is szeretnénk kifejezni, hogy a nagyobbak figyelnek rátok, segítik beilleszkedéseteket a közösségbe, és kérem a nyolcadikosokat, vegyék fel szépen sorba itt a mögöttem lévő dobozból. Természetesen be, majd belekukkanthattok, hogy mit is rejtettünk bele. Egy hiányzónk esetleg? Ja, rendben. Látom, már tanítónéni mögött bújt meg a utolsó első osztályosom. A nap további forgatókönyvéről annyit mondanék el, hogy miután túl vagyunk az ünnepélyes részen, megismerik az elsősök az itteni 10 órai zási rendet, majd utána követik a nagyobbak, majd részt veszünk tanírnyitó Isten tiszteleten és misén felekezetek szerint. Az itt maradó gyerekek esetleg, akik erre nem jönnek, azokra szintén felvigyázunk, és a nap folyamán megkapjátok a tankönyvet, füzetcsomagot. A mai napunk a 1:30-es buszokig fog tartani, utána majd visszaáll a szokásos rend, és délutáni foglalkozásaink is meg lesznek tartva. Tehát hadd kezdődjön jól ez a mai nap, ennyit rövidítünk. Szent Györgyi Albert gondolataival, élményekben gazdag, sikeres tanévet kívánok mindnyájatoknak. Ő azt mondta, az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, s megtalálja a munkát, amit szeretni fog egy életen át. Ezzel az üzenettel a 2019-20-as tanévet megnyitom. Melyik útra lép, komoly most a tét, Peti áll a ház előtt, szíve jobbra húzza őt, balra van az iskola, esze súgja, menj oda. De nehéz az iskola táska, ilyen szép napos délelőtt. Peti áll a válaszra várva, hát ha lesz ki, megszánja őt. Kis leány, Peti sosem látta tán, az eszem helyett, jobb, ha a szív vezet. Felcsillant a két szeme, inkább tartok ő vele. Elindult a lány után, bármi lesz is ezután. Az iskola táska, ilyen szép napos délelőtt, és elindult fürgén a lába, ballagott a kislány mögött.
szörnyű pillanat, rászedetted jól magad, épp ott állnak ők az iskola előtt. Ez a nap már tönkre ment, a kislány iskolába ment, hát most mit tegyek, én is felmegyek. Könnyebb már az iskolatáska, lehet szép napos délelőtt, együtt járnak most iskolába, s Peti mindig megvárja őt. Könnyebb már az iskolatáska, lehet szép napos délelőtt, együtt járnak most iskolába, s Peti mindig megvárja.